Újabb két mérkőzéssel hangolt a Belek jegyzőtáborban a február 27-i rajtra a Soroksár SC. Második meccsünkön az Altinazis ellen 3-1-es vereséget szenvedtünk. A türkmén csapat ellen orkán erejű szélben lejátszott meccsünkön Korozmán Kevin szerezte a szépítő gólt. Következett a német negyedosztályú Offenbach Kickers. Jó néhány helyzetet hozott a találkozó, és az első félidőben két gólos hátrányba kerültünk, ám még a szünet előtt szépítettünk Gohér 11-es góljával, majd a második félidő elején egy tetszetős akció végén, Csírus Ádám révén összejött az egyenlítés. Nagyon örülök neki, hogy be tudtam új gólt találni, ugye az MTK-n is betaláltam. Ez egy nagyon pozitív számomra, hogy egy új csapatnál így ilyen jól tudok kezdeni. Hát igazából az első fél időben akadtak problémáink a védekezéssel. Végig a német csapat támadt. Ugye egy 11-esbe tudtunk szépíteni, majd aztán korrigáltunk, és a második fél időben a pár cserejátékos ugye olyan szint és sebességet tudtunk belevinni a játékba, ami kellett az egyenlítéshez. Hogyan értékelt, kezd formálódni ez a csapat? Igen, úgy érzem, hogy egyre jobban kezdünk egybe lenni, mindenki lassan úgy érzi egymást, úgymondva nagyon jó a társaság, jó a hangulat, úgyhogy nagyon várom már a szezon kezdetet. Az utolsó meccsünkön szerdán az örmény Alakert ellen játszunk.